módosította a globális GDP növekedésre vonatkozó előrejelzését a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet szerdán. 2023-ra 2,9, míg 2024-re 2,7%-ot prognosztizálnak. A szervezet szerint az egyik fő gond a világkereskedelem gyengesége, de Izrael és a Hamas konfliktusa, illetve Oroszország-ukrajnai háborúja is hatással lehet a nyersanyagárakra. Ha tartós lesz az infláció, újabb szigorítás kell, ami csökkenti a növekedést, mondja a vezető közgazdász. Az OECD friss jelentésében ismét csökkentette az idei és jövő évi növekedési várakozásait Európára is. Az eurozónában idén a növekedés 0,6% lehet, a kilábalás ugyanis a vártnál lassabban zajlik. A gazdasági aktivitás visszaesése miatt Németországban a GDP 1%-os zsugorodásával, míg Franciaországban és Olaszországban is 1% alatti növekedéssel számolnak.